Feszítettem bele egy illatidat. Na, feszítettem besart. Szavaztok, srácok, hello! Itt vagyunk újra a kis stúdióban, és mint amit ígértünk még egy jó pár videóval ezelőtt, hogy meg fogunk enni. Hát igazából te 5-öt mondtál, én meg 6-ot, de végül is maradjunk az 5-nél, szerintem jobb a békesség, én is azt mondom. Hát én nem tudom, a 6-ot honnan szedted. Hát mert ugye 60 ezer követő, te is 65. 6 rúcsot. Én soha nem ettem meg 6-ot, én mindig, ha ettem, régebben is csak 5-5. Figyelj, igazából ebben benne van a 6 is, meg az 5 is, látod? Hát persze, választunk. Maradjunk az 5-nél szerintem, meg hát azért ezek nagyok, ezek nem azok a, ezek a bazári kis... Hát nem egy kolibri méret, húzdekások. Hát akkor meggyújtjuk a gyertyákat. Ez a... Na, hát hogy mondjuk el a nézőknek, hogy ez mit jelent? Úgy jött ki, hogy nem csak a csatornán lettünk meg 60 ezeren, hanem pont... szülinapra is érkezett ez a videó. Hát ma vagy 65. Hát, hát nem ma, hanem 28-a, január 28. Hát bár csak a 60 lenne ez is, mind a követők. Na hát akkor kívánok valamit titokba, úgy, most nem árulom el, hogy mit, de amúgy mindenkinek jó egészséget. Akkor most csipegetünk? Vagy szerintem mi? Kezdjük el, igen. És na, akkor szerintem, akkor... amelyik szerintem kezdtem el. Neked vedd a tetejét, vagy teljesen. Hát kezdjed. Na hát ezen volt a... Az a gyertyás. Gyertyás. Én kinézem a legnagyobbat. Gyönyörű. Megkezdem innen a széléről. Gyönyörű. Gyönyörű. És akkor, hogy... Hát nem pofázok szerintem, hanem együnk. Együnk? Hát jó, most igazából a szárny az... A nem csontot nem veszük meg, ugye? Nem, de én sokszor a bőrcse fogom, mert amikor ilyen szottyos íze, én ezt már nem szeretem. Úgyhogy, hát sorry, de én ezt nem fogom megenni. Hát a szárny az két falat. Hát mindig ezzel viccelődtél, hogy megveszel 5 gőcsirkét. Én nem viccelődtem. Régen meg is ettem annyit többször. Csak a média ugye úgy találta, ez volt a baj, hogy ugye hát a szenzációhajszásos volt minden mögött, az úgy találta, hogy én naponta, de hogy ettem én meg naponta. Fél évben egyszer. Nem ettem én. De ettem, akkor képes voltam arra, hogy 5 darabot meg tudtam enni. Igen, biztos, hogy lesznek vágások a videóban, mert hát szerintem ezért lesz egy óra kb. Vagy még több, még elcsipegetjük, úgyhogy... Hát amennyit bírunk, már... Ja. Legyen időkorlát, vagy ne? Már én sem vagyok a régi. Nagyon szeretem a csirke mellett, de így a grill csirkének a mellett az kifejezetten száraz. De én nekem azért vannak itt szószok, meg van egy kis savanyúság, meg ilyesmi, úgyhogy azért... Én arra gondoltam, lehet, hogy majd egyután taktikát váltok, hogy... Szétkapom őket, és akkor csak a húst hagyom itt a tányérom. Vagy nem, az nem jó. Ah.
Szerintem ugyanott vagy, hogyha a csontról esed le, mint hogyha letermeled. Mondjuk odahaza most örülni fog a kutyuska. Azt mondják, hogy csirke csontot nem szabad adni. Sokan mondják, hogy nem jó, de most én kérdezek tőled valamit, mondják a állatorvosok is minden, hogy szárnyas izét nem jó, ugye kutya, meg hogy horántba törik a csont, meg ezért biztos, hogy van ilyen malőr, meg baleset, meg előfordul, ezt találom. De most kérdezem tőled, hogy több ezer évvel ezelőtt, mikor elkapta a szárnya, akkor horrót állatorvosodtát mellette, vagy mi? Hát igen, de ez érdekes, mert éget ugyanúgy mondják, hogy nyers húst sem szabad adni. De hát azért nem hiszem, hogy a macskák meg a kutyák régen izéti grillpartit tartottak, ők elkaptak valamit, vagy barbecue-ztak egyet. Csiriádot is kibontod, nekem zsíros a kezem. Nem nagyon akarok enni hozzá más, mert az is csak tömegnövelő. Mit nyugsz ennyire? Mit nyugsz ennyire? Azt nem mondom, hogy gasztronómiai Mennyországban vagyok, vagy valami már száraz mellem azért nagyon sok. Hát, az is oda tartozik. Na, egy kis savanyút ezek. A líz miatt. Akkor kettő, feleket lehet tekni. Igen, de nem is vagyok annyira oda a grillcsét kér, megmondom őszintén. Néha egyébként szoktunk enni, de én rendszeresen nem eszek oda. Például komolyan, ez jó van megcsinálva. Jól van megsütve, szóval így jó annyira, jó? Régi módi falusiasra. Kézzel, lábbal, finom? Hát jó. Ha mit dicsérgetsek egy grillcsirkét? nem is én csináltam, szóval. Ja. Valami ízét adjál át nekem, valami életbölcsességet. Nem az? Neked? Bölcsességet? Igen. Fogd be a pofád, ezt ennyi. Ja. Végül is. Hát ha evőversenyem, ennél bölcsebbet nem lehet mondani. Annyiból nehezebb, hogy le kell hámoznom róla a bőrt. Mondjuk a bőrt régebben nem ettem meg soha. Nem szeretem. Amikor ropog, hogy a malacon vagy valami, akkor az még... A kacsa, azt szeretem, mikor ropogol. A sem. Nem úgy, hogy vagyok egy nagy kacsás. Jó sós valamilyen. Annyira unalmas lesz az a tömény csirke. A íz. És ma ettél valamit? A reggel kicsit csipegettem amúgy, de csak én nagyon minimálisan. Nem kóstolod meg a Carolina Reaper-t? Mit? Carolina Reaper, az a világ legcsípősebb paprika. Ó, jaj, nem. Hát a fene tudja, itt sokszor úgy nézegettem a tévébe, hogy mennyire igaz, de biztos igaz, hogy voltak a ugye, régi, ugye a Mexikó területén a régi indiánok, az olmékok, asztékok. Állítólag azért a gyerekeknek az volt a desszert, hogy ilyen kakaó masszába bele volt mártva a csili. Azt leszegették. Szerintem a Tibinek is az volt a desszert. Tépsz, nekem ilyen ízet létszi, drágám. Na mivel nem egyszer azt erősen? Azért egy kicsit durva lenne. Nekem az alma paprika most ez így pont jó. Rakat laposabb legyen. Hát én akkor rácsúsztok a harmadikra. Ezt a kicsi kis fűri. Kis fűrjet választom. Amúgy esküszöm, hogy most édességet ennék. Meg azért, mert elég sós egyébként a csirke. Jobbára, azt hittem te vagy hajnod. Ez itt van pedig. Hát ez biztos. Valaki. Arra rájöttünk, hát ez egy kocsi, nem pedig egy idegen űrhajó. Bár aztán, ja, mai világban már nem lepőzök meg semmit. Na. És elgondolkodtam már azon, hogy most így menet közben az ember miért nem eszi meg a csontot? Na miért? Nem tudom.
Na miért nem? Mit tudom? Ja, azt hittem, hogy mondd valami. Mi volt a legextrémebb kaja, amit ettél? Hát ilyen cápa, meg ilyen izé, gondolom azok voltak. De még Afrikában ott nem, ott voltak ilyen furcsa, meg ilyen kígyó, meg ilyen. Az én gyomromnak érdekességek voltak, meg én se taszítom akármi, de ott a helyiek viszont azt teszik. Például ott volt az a Mopame hernyó, annak nevezik, attól legalábbis így jegyeztem meg. Azok a gyerekek, mikor mentek iskolába, azok leszettek egy jó pár darabot, azt tanára fogtották, mire az iskolába értek. Diákcsemege. De te hogy állsz amúgy? Hogy bírod? Én nagyon jól ülök. De zé, megy még? Hát a negyediket kivégzem, az biztos. Lát, hogy a ötödiket is magam elé teszem. Hú, na. Na, hajni. Mosod nekem a csukló. Aha. Mi van ilyenkor? Fullom vagyok. Amikor fullom vagyok, akkor kezdek el csuklani. Ja. Mostanában ez egy ilyen bevett dolog nálam, nem tudom, hogy... Hát most már hármat megeszem, szóval az megvan a három. Az már... A három már stabil. Hát most a négynek, hogy mondjuk a szárnyat, combot le tudnám eszegetni mellett, azt szerintem már nem tudnék még ennyit. Tudod egyébként, hogy van állítólag a bőrében van a legtöbb kalória a csirkének? Azt mondják. Kicsit várok, és szerintem nem tudom, megpróbálok. Negyedikre lehet, hogy ráizélek szerintem. Nem menjek. Lehet, miért nem? Miért egyszer élünk? Hát szóljon. Negyediket elkezdem. Aztán, hát nekem az öt az kizárt egyébként, szóval az... Akkor ezt igazából itt el lehet nevezni a Laci bácsi diétának? Öt grill csirke? Mehet? Mondjuk ez régen is létezett, szóval ez nem most találtuk ki. Micsoda? Hát neked az öt grill csirke, ez régen is létezett ez a dolog. Már régen volt egy tévécsatorna, aki megrendezte a Magyarország evőversenyét. Az háromszor nyertem meg egymás után, igaz, kétszer holt versenyben, aztán után úgy megszűnt, már nem csinálták. Ez az ötödik, Miki. Az ötödik elem. Vannak ezek a evő, azok a keleti emberkék. Igen. Kínai, meg akar, meg minden. Azok valóban megesznek annyit? Nem tudom. Az egy kicsit durvának tűnik. Hát igen. Ami van egy ilyen kínai kis csaj, annak van olyan videója, hogy valami 6 vagy 7 kiló kaját eszik meg, így egy izében. Tényleg. Húha. De egy ilyen kis csaj, egy ilyen 60 kilós kis csaj. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire reális, vagy ez tényleg. Hát annak még én is jelenthetnénk. Az a baj, hogy már nekem ez a... Tényleg ez a csirke, hogy már egy csirke után tudom, hogy mindig ugyanaz a csirke. Hát... Még furcsa lenne, hogyha ezért marha íze lenne, nem? Mi lenne, hogyha ezért... Kiszállnál, és akkor egyik új sertte meg, az nem jó? De nagyon jó sportmentalitás. Egy barátságos döntet. Persze. Az még a tiéd, ám? Nem valószínű, hogy az enyém lesz. Azt vidd el vacsorára. Nem, én jótékony vagyok, úgyhogy ezt elajándékozom. Bennem túlcsordul a szeretet. Igen, nem a csirke. Is. Hát én már megdöglök, ma akkor is befejezem ezt neki. Legalábbis az a szándékom, aztán lehet, hogy az utolsó falatnál megállok, hogy elég volt. Én 4 alma paprikát megettem a csirkék mellé. Na jó, de most várjál, azért egy kicsit összegezzünk. Hát ugye megettük maga a csirkét amennyit ugye. Na de emellett én megettem egy csavaros üveg savanyú ízét. Azt a vegyeset. Azt a vegyes vágottad. Hát meg én is ettem. Na de az mennyi? Az literes, nem? Az literes volt. Vagy fél liter? Az hány? Mekkora? 7-20. Űrtartalom. Na, 7, az is annyi volt. 700, ja. Valamiből nagyon sokat eszel, iszol valami, akkor egy idő után attól megy el, vagy a kedvezésnek. Inkább ez van most nekem. Az alkoholistának miért nem megy el az alkoholt? Hát, mert ott gondolom, jó izék vannak. A mellékhatások. Érdekes, én amikor berúgtam, vagy... Mit csináltál? Amikor belerúgtam valakibe. Mindegy, ma ennyi idő után ma. Szóval én, amikor mondjuk túlzásba vittem a rózsavizet,
rózsavizet. Utána egy hétig vagy egy hónapig nem tudtam inni egyébként, annyira megundorodtam tőle. Én meg hogy se, de ha nem, régen, hát persze nagyon régen, mert 40 éve nem iszom. Régen én, ha másnapos voltam meg minden, én eszméletlenül sokat ettem. Én ettem mind az állat. Én kinyitottam a szememet, ma a kaja, de őrült sokat tudtam enni másnaposan. De hát az jó, de azt mondják, hogy az jó. Szerintem az hagyd meg azt a két szombat, nem? De ahogy hagyom. Mondjuk igazad van, ne hagyd ki a lábnapot. Micsoda slampos duma. Szerencsére van egy csomó kutya. Hát nekem a ötből ennyi maradt, az ötből. Ötből. De szerintem ez még... Hazafele, a kocsiba. Ne, ma megeszem én. Most? Lehet, hogy ott, nem tudom. Most csak a brahikát vér, de régen ezt így fél évente, vagy mit tudom én mi, ezt megszokás, ez volt a kaja. Kicsit megnőtt a bendőm, te. Nekem meg a fejem, ha jól látom, de... Ja. Hát igen, te... Nekem ide jön, nem lefele, hanem fölfele jön. Ez a kettő combocska maradt, de ezt fél óra, nem kell fél óra, már beülök a kocsiba, negyed óra hazaérek, ezt otthon. Én már megmutatom, mennyi maradt. Hát otthon. Ez a kis combocska maradt nekem is, csak van még hozzá egy csirke. Csak ránőtt a csirke, rá van nőve. Igen, meg az a fél ott meg lapít. Meg ez a fél, igen, az itt bujkál. Remélem, itt bár a nézők között biztos lesz majd egy-két ilyen csipkelődő, de felesleges, mert mi nem fogadást, meg nem teljesítést, meg nem akármit vállaltunk, úgyhogy... Meg hát én azt el is szoktam mondani egyébként a videóban, hogy én biztos vagyok benne, hogy van olyan ember Magyarországon is, aki sokkal többet eszik, sőt, biztos. Nálam te is többet eszel, szóval... Hát nálam, meg nálam is, nálam is van, biztos. Vannak egyébként, én már hallottam, meg láttam ilyen dicsőségfalakon embereket, és ilyen legendákat, hogy ennyi idő alatt bepuszírt a 3 kilós hamburgert, meg ilyenek, és úgyhogy van ilyen, vannak ilyen mutatások. Van. Nem én vagyok a legnagyobb evő ebben az országban, úgyhogy egyértelmű. Nehogy megegyem azt. Az az egy, az a hatodiknak? Szeretném megköszönni a sok jó kívánságot és sok gratulációt a 65 éven betöltéséhez, ami kimutatta ezeket a dolgokat, megható, mert tényleg nagyon köszönöm, és örülök, hogy az emberek jó szívvel vannak irántam, az emberek zöme, inkább így fogalmazok. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, remélem, hogy ugyanezek a jó kommentelők 20 év múlva is írnak a születésnapomon, úgyhogy ennyit el lett ki tőlünk. Én ezt így a Twitch-en is egyébként, amikor voltak a Twitch adások, én elmondtam, hogy én magamnak egy 4-et satszolnék a grill csirkéből. Úgyhogy legyenek jók, mindenkinek fele annyi erőt kívánok, mint nekem van, mert eszméletlen jó erőben lesznek még. A viszontlátásra. Hát akkor még egyszer Isten éltessen, és akkor gratulálok. Köszönöm. A viszontlátásra. Azt hiszem, hogy hidat avatunk.